Sziasztok, ez itt a Nagy Chili Challenge, a mai vendégem Harsányi Levente, műsorvezető, és hát jó barátom is egyben, köszöntelek a showban. Tisztelte alázattal, közeledem barátsággal, egy ötös, így van. Bemondó vagyok, csak annyit tennék hozzá. Pardon, műsorvezető és bemondó. Nem, műsorvezető, már nem is, bemondó. Ő csak bemondó. Igen, köszönöm. Igen, köszönöm szépen a helyesbítést. Hát látod, ezzel a sorral készültem neked. Igen, nem tudom. A legkisebbtől, ami jelen esetben most kicserélődött, mert itt most nem a megszokott szósz van, csak mivel tudom nagyon jól, hogy szereted az erős pistás kenyeret, így gondoltam, kedveskedek neked egy kis darab kenyérrel és egy kicsi erős pistával bemelegítéssel. Azt hittem, hogy válságba került a műsor, hogy ezzel kezdünk, de nem, persze. Nem. Most is abban van. Mi a cél tulajdonképpen? Mert tudod, hogy epe nélkül jöttem. Hát miért nem hoztad? Mondtam, hogy hozzá legyen egy is. De most már úgy vagyok vele, hogy ami nem feltétlenül szükséges az emberi szervezetbe, mandula, epe, ilyen, azokat én idővel mindig úgy kivetettem. De várjunk meg, hogy most ez komoly, hogy nincs epét? Igen. Hoppá, akkor talán ez lesz a legjobb műsor. És egyben az utolsó. De várjál, de hát az, hogy nincsen epéd, az igen. Azt jelenti, hogy te nem is szoktál erőseket enni. Nem ehetek, hát ott az ember gyarló, tehát valamit megkívánsz, tudod, hogy nem eheted, de mégis. Ez a tiltás, ugye ellentiltás hatalma, hogy ezt hiába tiltod, emlékszel biztos gyermekkorodban, bár azt gondolom, hogy eléggé hibátlan gyermek is lehettél. Amikor azt mondták, hogy jaj, Lázárka, nem szabad dohányozni, akkor mit mondtál? Oké, mindjárt vége, ugye? Na de akkor befejezted, de mégsem. Ugyanez a lényeg az epe nélkül élettel is. Tehát akkor ez nem egy kibúvó? Isten meg, tehát azért jöttem, hogy orgonasíp módszerét felállítottátok, hogy mindegyiket megkóstoljuk. Tehát ez a kedvencem így első ránézése, de rád bízom a navigálást. Hát akkor zenéljünk, akkor így mondom. Elsőként akkor az erős pistát, hashtag reklám. Tehát, hogy... Nincs itt a kis húga, az édes Anna, mert édes Anna, igen, de van már, most nem tudom, hogy tudod-e, a haragos János. Mekkora család ez? Na, jó van jó, akkor. Akkor elsőként akkor, de hát ugye ezt az ízvilágot ismered. Igen, nem egy... te csak ide erre a kis soldierre, ha mondhatom ezt a katonára. Illi saját készítésű kovászos kenyeréről van szó. Isten is. Úgyhogy... kell ezzel valamit csinálni? Tehát megenni. Igazából erről szól a challenge, okay. Tehát ez a legkisebb, legkedvezőbb hatású, bár nem chili, de mégis büszkeségünk, hiszen azért hungarikumról van szó, egy erős paprika krém. Gondoltam, stílusosan ezzel indítok. Igen. Ez úgy még úgy, igen. Jó. Van egy elindulás, nem annyira könnyű, ugye, hiszen a nyártermelés még nem indul be, de... Van egy kis víz esetleg, nagyon nyugodtan, köszönöm. Egy kis tej. Ez mi? Mi ez tej? A tej a későbbiekre van idekészítve, mert egy bizonyos skálától fölfelé, ez körülbelül valahol itt a közepén van, bár mindenkinek más az értékhatára. Igen. Na csak nézzem, hogy ebben még senki nem kóstolt bele, nyilván ennek oka van. Ritkán, de egyébként van olyan már, aki kivitte ezt a challenge-et, de ez ritka. Van nyeremény, vagy ilyesmi? Igen. Például mi? A hosszú hétvége velem? Egy kicsit innék, mert már az első gyermek, a csecsemő szinten már gondjaim vannak. Jó, de egyébként ezt az akadályt primán vetted úgy, hogy én már bele is csapnék a következőbe. Főleg az amerikak csirkeszárnyra használják, de itt én most a rántott húsra teszem rá. Jó, köszönöm. Várj, mi nem ment rá. Igen. Tehát ez egy ilyen kis olyan csilis szósz, ami egy picit jobban csíp, mint a pista. Köszi szépen. De annyira nagy különbséget nem fogsz érezni. Milágos. Csupán a savak. Thank you very white. Na, hát akkor viszont. Igen. Na, ez óriási. De még... Na hát megkaptad és utána mondtad. Jó, én nézek egy kis képet rólad, mert hogy ugye természetesen... Nagyon-nagyon finom. De jó ez! Ebben a műsorban beszélünk azokra a dolgokra, ami veled történik, és hát ugye nem tudok emellett elmenni, hogy bizony énekelsz, hogy mondanál erről a képről. A drága édesapám néz rám vissza, de ez tulajdonképpen én vagyok, csak egy viseletes fotózás után történt. Igen? Hát az van, hogy közben... Mi ez a műzikál? Ja, hát azt tudod, ahol énekelnek is, tehát egy olyan színházat. Tudom, de hát hogy... Alapvetően, mert én is meglepődtem, mikor a felkérés utolért, azon a vissza is kérdeztem, mint egykor, mikor Fenyő Miklós felhívott, hogy menjek el vele koncertre, igen. Tehát együtt bulizunk, nem, hanem te énekelsz, az nem biztos. Úgyhogy ugyanígy volt itt is, felhívott a rendező Szente Vajk barátom, hogy Puskásról készítenek a kiváló, ugye, magyar és nemzetközi írű labdarúgóról, ugye, Puskás öcséről egy musicalt, és ebben én Szepesi György szerepét kapnám. Na, a feltételes mód mennyire indokolt? Hát
semennyire, mert hogy ezt casting nélkül te megnyerted, mondom, lehet visszakozni, nem illő. Nem illő. Úgyhogy elfogadta, nagyon-nagyon nagy kihívás volt, az az igaz, olyan, majdnem olyan challenge, mint ez. Úgyhogy, hát... De ezt imádott, hát amikor ez létrejött, vagy már elkezdted benne ugye gyakorolni, vagy próbákra járni, akkor mondtad is, hogy hát ezt nagyon élvezed. Igen, de nem mindig mondok én igazat, tehát arra figyeljünk. Én nagyon élvezem, amikor igazi színészek közé kerülsz, ez a színházi világ teljesen más. Ugye a bemondó világ, ahol én vagyok, működök, rádió, televízió, azért az valahogy működtethető, hiszen ez megszokott közeg. De mikor ebből kitépnek, érted? Igen. Mint ugye már fiatalkori, mit teszed, érted? De akkor, te ezt imádtad? Hát imádod. Ezt a részét igen. És akkor mi a helyzet az előadásokkal? Mert most ugye, amikor ez forog, ez a Covid idején van, igen, illetve a második hullám, mondjuk azt, hogy közepén vagyunk, nektek most elmaradt ez egy végig az összes. Így, pontosan. 8 bemutató volt, próbákkal, mi egyebek a premierrel, aztán volt 4 nagy bemutató, és aztán pedig hát nyilván a helyzet súlyossága miatt ugye mindegyiket törölték, reméljük, hogy tavasszal majd újra. De tényleg énekelek is benne, és azért emellett nem menjünk el szó nélkül, és talán erre nem jogosítok itt segít, hogy ezt meghallgassa, mert ugye én egy egylemezes előadó vagyok. Nyilván erre is kitértél volna majd, de én meg is előzöm a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy annyira sikeres voltam a zenei életben, hogy azonnal ugye vége is lett a karriernek az első lemez után. Hát igen, ennek de az legalább arany lett. Hát ez úgy hívom, hogy annyira sikeres lett a megjelenés pillanatában, ugye alumínium lemez lett, tehát 6 darabot adtak el belőle, 4 jogos tulajdonosát ismerem, ugye a nagyszüleim és a szüleim, a másik kettőt nem tudom. És mindenhol megkérdezem, bárhol járok is az országban, bármilyen műsorban is, hogy esetleg az ottani partnerem, aki velem szemben ül, ez most te vagy. Igen. Nem vettél véletlenül Harsány Levente, Hű az anyja, fiatalok figyeljenek, CD-t hát és figyelj, vagy kazettát? Lehet, hogy meg foglak fogni, de nem. Nem, akkor nem voltál. Meg szeretnélek fogni ezzel a szosszal, jó. Ami a következő. Igen. Paprika fajtája habanero. Nem tudom, jaj, hogy ez de a név. Jó. Mondd-e valamit neked. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Egyszer utaztam erre... egy ilyennel Kubában. Vagy akkor az nem az volt. Egy lány neve volt habanero? Hát nem, maga a trollibusz áramszedő nélkül, ez egy kicsit furcsa volt. Nyilván oka van, hogy miért tettél ennyit rá. Véletlenül csúszol meg, elég, hogyha a felét beharapod, vagy egyébként a felét megeszed. Ez még tényleg nem egy erős szósz, bár neked epe nélkül lehet, hogy azért már az imarni fog. Megnézzük akkor. Kicsit félek, az a baj. Nem kell, lehet egy barátság végét jelenti ez a műsor, de ez nem jön semmi. De szerintem ez még azért nem lesz probléma. Viszont azért itt már érezhetsz, ha nem vagy covidos, savakat és ízeket, ami... Pikante. Savasabb, és elmentünk a fanyar világba. Uh-huh. Jó, akkor még épek az ízlelő bimbóid. Talán némi gyümölcsösséget is felfedeztem. Wow. Szakmailag, nem tudom. Kinyílt a szemed viszont. Most igen, így, azért, mert leégett a torkom. Ez mindig így van, tehát hogyha belül ég, akkor kívül jelzi valamilyen érzékszerűen, ez most a szemben. De szép, egyébként így jobban nézel ki, megmondom őszintén, hogy meg is jött egy kis szín is. Köszönöm. Nagyon jó. Akkor nézek is egy kis képet a hír folyamból. Nézzük. Közben néhatok? Ez sem rossz kép. Mesérnél, itt kivel vagyok éppen? A fogorvosomtól jöttem éppen, és mutattam, hogy alul felül minden rendben. Mindazonáltal, ha jól láttam, tehát vastag Csabival vagyunk, igen, a szerencsés. Nem tudom, te voltál ott vele. Talán ő. Csabi. Talán igen. Csabi. Abszolút igen. A szerencse szombat adásában, hát ugye mindig kell egy kis szerencse az élethez, mint mondják. Az igen. A klasszikus hármas, a kitartás, a tehetség és a szerencse kell. Hát ebből nekem egyik sincs, mégis itt vagyok, úgyhogy ezért örülök. De Csabi egy örületes a jó fazon. Aztán három dolog egyébként, vagy amit említettél, három dolog az ehhez a kihívás teljesítéséhez is egyébként kell, úgyhogy ezek nagyon jól fognak jönni. Itt meg tudod mutatni, az biztos. Most nem tudom, úgyhogy, még a kitartás oké. Okay. Jöjjön akkor. És a szerencse kell, hogy ez se legyen következő. Annyira. Ez igazából már a belépő a pokol kapujába, tehát most ott vagy előtt, és így... Úgyis oda jutok, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen. A pokol nem biztos, hogy rossz. Igen. Nem tudjuk, az a baj, hogy onnan még senki nem jött vissza, tehát nem tudjuk. Hát igen, ezen már megjelennek ugye a csontvázak is, tehát hogy ezzel kicsit utalnak arra a tüzességre, amit... aha, szóval hogy kicsit úgy... Uh-huh. De egyébként te azért egy küzdő cáma vagy, igen. De azért felveszel a versenyt, hogyha van kihívás, én azt tudom rólad, akár a sportot nézzük, mert ott se hagyod magad, akár legyen az falabda, vagy foci, vagy bármi, tehát ez senkinek nem ad semmit, és én itt erre számítok, hogy itt, igen.
Ez hogy? Ez már kiveri? Mint a biztosítékot, hogy... Igen, tehát nem válaszolni. Ami a határérték. Ez már... Ez már egy erős. Ez már egy erős szint. Tehát akkor mondhatjuk, ez tényleg a belépő. Ez egy gomb nélküli lift. Tehát beszállsz és tulajdonképpen bárhová vihet. Wow, gomb nélküli lift. Ezeket jegyzetelem folyamatosan. Itt minden eldől. Nagyon jó. Hát most ketté próbálom itt meg lehet állni, vágó úr, vagy hogy állunk? Igen, majd? Lehet kérni telefonos segítséget, fölhívhatsz valakit. Közönséghez is. Közönség. Segítséget, igen. Közönség. Adjunk mindenkinek ebben. Sű, ez már azért csontváz. Igen. Jó. És a csontváz beszél, nem tudom, érdemes megmutatni, vagy láttátok-e, és a válasza a halála előtt, hogy három paprika. Ennyi. Ez három paprika szint? Igazából három paprika szint, mert ha megnézed, akkor itt van a szintek sorolása vagy besorolása közötti különbségben. Ez van 6 paprikás, ez 7 paprikás, ez pedig már 9 paprikás, és ez csak azért paprika nélküli, mert nem fért rá az a rengeteg paprika, amit ugye rá kellett volna tenni. Halálfej. Egyébként a viccet félretéve, ugye ez az osztályba sorolásuk, az erősségi fokuk az olyan skálán mérhető, ez 1500, így az erős pista. Ez a szósz, a hirtelen halál, ami 2.100.000 értékkel rendelkezik, tehát ez azt jelenti, hogy ez az üveghez 2.100.000 üveget üvegvizet, ugyanilyen mennyiségű vizet kell hozzáadni, hogy ezt ne érezd. Aki víztározó mellett lakik, neki ajánljuk. Igen, úgyhogy fel kell tennem a kérdést, hogy tovább mész-e. Garantált? A nyeremény? Az igen. Akkor nézzük meg a következő lépést. Figyelj, én voltam katona. És akkor ott megtanultam, hogy nem minden... Hol voltál katona? Ezt nem is tudom. Laktanyában, de nem is ez a lényeg most, hanem hogy... Jó, de csak én Adiligeten. Jó, hát az nagyon gyenge. Hát Adiligetet, kimegy Adiligetet. Határőr voltál? Az. Hörcső? Hát itt tartunk. Kérlek szépen, a Magyar Honvédség parancsnokának voltam a személyi sofőr. Tehát nyúl voltál. Nem voltam nyúl, hanem egy kiemelten, nagyon jó helyen voltam. A határőrök úgy hívták. Mi meg a határőröket hörcsögnek. Hát csak ott tudom, ugye nektek ott volt, hogy hőr, mondjuk ezt el a fiatalok kedvéért. Igen. Na és ott megtanultam, amikor egyszer éjjel ki kellett mennem WC-re, és nagyon szépen tetted rá, köszönöm, hogy, és miért nyitottam volna ki a WC ajtaját, akkor ott volt ugye az ÜTH. Érdekes, igen, üti. Igen, igen, az ugye, ÜTH. ÜTH tehát, mit jelent? Nem tudom. Ügyeletes tiszt helyettes. Ja, hát jó, most az kellett jó, volna. Oké, a katonai ja, hát rövidítés mondtad, jó? Ja, igen, bocsánat, igen. És az ÜTH rám szól, hogy hova. Hát mondom, éjjel egykor a WC ajtaját nyitnám ki. És hát azért a húgyhólyag az kicsit megnövekedett. Hát ez biztos hülyéskedik, de válaszolok, hát a WC-re. Na, hát azért álljunk meg. Na de miért? Éjjel egy? Szeretném nem menni WC-re. Ne, tanuljam meg, katona. Nem akkor megyünk WC-re, amikor kell, amikor lehet. Úgyhogy most pont egy ilyen helyzetben vagyunk, hogy nem akkor eszünk, csirid, amikor kell. Mert egyébként nem ennék, hát milyen hülyeség ez, nem epe nélkül. Hát amikor lehet. Hanem amikor a Lázár barátom fej, vagy gyere, légy szépen, most lehet enni csirid. Kapott az alkalmon. Búcsúznék édesanyámtól, jó Évikétől, Bakonyinétől, hogy köszönöm a nevelésemben, amit nyújtottál, köszönöm azt a sok-sok, azokat a pillanatokat, melyeket egy ilyen fiatal gyermek sosem felejt el. Köszönöm, anya. Jó étvágyat. Aha. Azt mondtam már neked, hogy a katonaság 25 kilométeres menetgyakorlata ehhez képest egy partizán óvodás akció? Tehát még nem, de jól fogalmazol, közelében jársz az út. Ez a 6 paprikás? Ez a 6 paprikás már, igen. Úgyhogy ez eddig már kedveltem. Átlépted a pokol kapuját, most benne vagy a pokol tüzébe. Így ha ezt túléljük, akkor fogom tartani az epék napját, ugye, mint apák napja után, mert ha ezt kibírom. Igen, igen, akkor valószínűleg fogod tudni tartani. Ez úgy, wow, látom, hogy igen, szó nélkül is el tudod mondani azt, amit most belül érzel, de szabad ne feledd, hát a foci mellett nem mehetek el, ugye, hát ugye mindenki tudja, hogy igen. Na. Egy kispesti mezben örülök. Aha. De minek? Ugye... Hogy a Puskás Musical létrejött, mert ugye Puskás öcsi is kispesti igen, volt. Igen. Annyira, hogy most kicsit lefagyott a szájom.
a fogazat egy picit elenged. Igen, igen. A nyelés nehéz. Igen. De várjál, mert ez az infarktus tünete, tehát hogy ne keverjük azért össze a dolgokat. Próbáltam azzal élni, amit Trucka és Annyi bácsi tanított nekem, aki a Színva utca 5-be lakott, hogy az erős paprikát úgy kell enni levente, hogy egyrészt ne fogadd el a Lázár meghívását, másrészt pedig, hogy... Utálsz már? Mondd ki nyugodtan. A másik pedig, hogy, hogy állítólag, amíg eszed, addig ne vegyél levegőt. Ez egy jó kérdés, illetve egy jó feltevés, hiszen a levegővel juttatod még inkább oxigénhez. Igen, ennék sima húst, mert hogy már nehéz. Csili erejét. Aha, nehéz. Jó, van itt a zsíros tej, egyébként nem tudom, te mennyire iszol tejet vagy nem, de, de ilyenkor tulajdonképpen tényleg mindegy. Most már mindegy. Igen, igen, ez egy, mégis már egy tejkampány is lehet, hiszen itt az is iszik, aki nem szokott, tehát hogy mindenkit rátok venni arra, hogy igyon tejet, hiszen azért egészséges. Kicsit helyreztesz a dolgokat, de csak ez ezután találkoznom kell valakivel, hát nem fog örülni. Na miért nem? Hát mert úgy rá tud gyújtani, hogy nem kell használni öngyújtót, ja, igen. Csak rá lehet, figyelj. Szóval ez kemény, de megmondom őszintén, hogy hősiesen helyt állsz, pláne hogy nincs az a szerved ugye a testedben, ami ezt ki fogja majd választani. Igen. Akkor nem tudom, hogy nem. Egy súlyos epegörcs után kellett kórházba kerüljek, és ez sajnos nem olyan rég volt. Igen. De ahogy múlik az idő, ugye előbb-utóbb kiderül mindenkire, hogy milyen kórházba jár. Én uzsok is vagyok, nem tudom, hogy te lehetnél. Tudom, mert amikor hívtalak, akkor pont az uzsokiba voltál, és kicsöngött a telefonod, nem tudtál róla, mert aludtál, és nem tudjuk adni a művész úrt, mert éppen alszik. Éppen hólyaggal vannak. Ennyi, úgyhogy igen, szóval ez tényleg egy komoly dolog volt. De hát itt vagy, túléted, és igazából. Jó vagyunk, mindjárt rendben. De mi volt egyébként a háttérben, hogy nem ittál elég folyadékot egyébként? Nem, az a vese. Nem, hát a májra is mondják, hogy kell a tisztuláshoz, a rengeteg folyadék. A vesekőnél lehet inkább, de lehet itt is. Dr. Harsány jelent. Igen, rendben. És még... Az úgy történt, hogy az nagyon sok erős, tehát amit most itt éppen csinálunk, és a sok-sok fűszer okozta. Azt mondta, de az előtte nagyon fűszeresen és erősen lett. És a mai napig is, az ember gyarló. Eltelik a műtét után egy-két év, és utána mit nekem, hát eljövök, hát és akkor mi van? Hát nem tudom, kifújhatom az orrom. Hogyne, nyugodtan, itt köszönöm van szépen. A műsor támogatója, a Ceva. Hashtag reklám. Tehát, hogy... nem tudom mit csinálni, hát egyszerűen itt kell felkészülni. Jó. Már csak három szósz maradt hátra, igazából... Nekem biztos, hogy nem. Én talán még egyet megkockáztatok. Ezt a rád való tekintette. Jó. Még egyet? Mondjuk öt? Az biztos, hogy nem, azonnali halált. Igen, te figyelj, azért valljuk be, hogy eddig, amit nyújtottál, ezt ez épp epéű ember sem. Tehát, hogy ezt épp epével fölmérni nem lehet. Tehát épp epével föl nem fogom. Eddig sem jutottak el. Tehát vannak olyanok, akik itt már kiszálltak bőven. Igen. És meg volt. Hát én tudod, ahol én jártam iskola, te is oda jártál, középiskola, ott a kassai tanár úr mondta, hogy nincs, tehát kóstolás nélkül nem lehet tovább menni ebben a szakmában, és akkor tanultam meg, hogy minden, ha csak egy kicsit is, de valamit kell, és most és ráveszel ilyen hülyességekre, érted? Ilyen csinis dolgokat, na mindegy. Jó, akkor azt mondod, hogy még egyet azért megkockáztatsz, és ha azt mondjuk, hogy kockáztatsz, akkor szó szerint mondod, hiszen az életedről van szó. Nem, ezt nem de. De. Jó. Oké. Legyen kézbe a telefon. Dr. Szűcs Attilát hívjátok, ha igen. Úgy van. Most műt, de azt mondta, hogy ha bármi van, akkor... Csürgessetek neked bármikor. Majd szíves, igen. Jó. Na most, szóval itt már milliós értékről beszélünk. De erre miért? Tehát könyörgöm, minél nehezebb, minél erősebb, annál többet öntesz rá. De várj, egyébként, tehát e között és e között csípőségben olyan nagy különbség nem lesz. Akkor. De azért lesz. Hiszen itt több százezerről, itt pedig millió fölötti. Most akkor nem, most hoztál is ajándékot, meg nem is. Akkor most lesz, vagy nem lesz? Tehát lesz. Lesz, csak nem tudom. Első szavaddal simogatsz a másodikkal meg. Igen, igen. Tehát lesz, csak próbálom felvezetni, hogy mire is vállalkoztál, és mire is mondtál igent. Hát ezt én már itt megbántam. Hát ja. Mire igen mondtam. Na jó. Ez a keresztes lovagok, érted, páncélját idézi. Tehát most egy lovagias tettet fog végrehajtani. Jó. Szurkolok. Veled vagyok. Szorítok neked. Kevés lesz. Az kevés lesz. Jó. Addig én keresek is egy képet.
De végigkövetjük a... Ujj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 
Zsibbanaszánt. Igen, ilyenkor szokott jönni ez a botox hatás, vagy igen, de én Dragobert vagy Dagobert hatásnak, mert igaz, a kívülről nem látszik, csak belülről úgy érzed, hát, mintha megcsinálták volna a szánt. Pont jutott eszembe, múltkor néztem egy-két influencert, most név nélkül tud, akik ezzel a szájfeltöltéssel foglalkoznak, akkor most szegények, ugye március óta, mert a maszkot kell hordani, hát senki nem látja. Na mindegy. Igen. Ez azért brutál ez. Úgy mondod, hogy brutál? Hát nem csoda, mivel ez tényleg brutál. Hogy ez egy olyan érzés, amikor Tyson beugrik a szádba, és agyonveri, érted, a gégecsöldet belülről. Tehát ez egy olyan sorozás, hogy ez... De megcsináltad, és hát gratulálok. Hát várj egy picit. Tényleg csak igazából az a baj, nem akarlak krimizgetni, hogy ennek most egy pár, egy fél perc után jön ki igazán a hatása. De most már itt lent érzek valamit így a gyomorban. Egy akkor gyorsan mutatom a képet, hogy amit tudsz beszélni. Tehát, hogy mindig jó társaságban vagy. Hát ugye ez is egy nagyon jó társaság volt. Itt éppen merre tartasz, hogy hová? Érted, csodálatos Gangsta Zoli és ugye Horváth Károly, Charlie barátaim. A Bombon együttes egyik emlékezetes, emlékező klipjét forgattuk, és ebben mi ezt a feladatot kaptuk, hogy a kocsiban induljunk el, valakit keresünk meg az úton, már nem emlékszem pontosan, a Zoli majd észreveszi, a Charlie majd lenyugtatja őt, én összekeverem valakivel, akit felveszünk, de mégsem ő, nem tudom sem mi lett a vége, de egy nagyon-nagyon szép fél napot forgattunk ott a Hősök tere környékén, és hát ilyenkor azért felértékelődik az ilyen emberek jelenléte, mint például Horváth Károlyi, ugye, amikor sajnos ugye nem olyan rég tudtuk meg, hogy Benkő Laci is eltávozott közülünk, szóval, hogy ilyenkor mindig azt mondom, hogy ez is érték, nagyon, de itt azt gondolom, inkább a mérték fontosabb, de hogy figyeljünk ezekre, bármilyen pillanatban vagyunk az életben, most már mindenhol elmondom, tessék felhívni, megölelni azt, akit szeretünk, mert hogy aztán ki tudja, hogy mi lesz holnap, de ez rám is igaz, mert ha még egyet ebből megkóstolom, akkor én biztos meghalok. Figyelj, igen. Zsibar. Most tudunk betenni a fülbevalót a számba, észre nem venni. Az egész, tehát az érzéstelenítés. Akarsz egy tompitót erre? Ugyanis van. Az mi? Mit jár? Tompitó, krémsajt, azzal le tudjuk húzni. Igen, kérek szépen kis krémsajtot. Igen, mert azért parancsolj, át is nyújtok egy kanállal. De jó. Úgyhogy ezzel, más hogyha egy kicsit így bele tunkolsz, akkor valószínűleg le fogja tudni húzni. Nézzük igen. Akkor. Igen. Mert nagyon zsíros, és egyébként ez hatásos. Nem, ezt pont csak azért adom neked, amúgy nem tettem volna, mert tényleg itt azért nem szeretnék itt játszani ezzel a dologgal nagyon. Hát ezzel nem is. Semmit. Jó. Talán még rosszabb, mint volt. Azt a mindenit, hát ezt... Ugye mascarpone így önmagában... Nem akarta. Nem, azt mondják róla egyébként esetekben, egy-két esetben használt már, hogy lehúzza ezt a csípősséget, és nem viszi tovább, de így akkor... Most már bizsereg is, eddig csak csípett, mint az állat. Aha, nem volt. Tehát nem akartam, hogy ráerősödjön. Talán tényleg. Terjed is a fájdalom most így a szám, tehát eddig csak itt volt. Most már elindult jobb oldalra, ja, de legalább politikailag kiegyensúlyozott ezt a szám. Na mindegy. Igen, látom, egy kicsit izzadsz is már, szóval, hogy most már úgy igen, ez valóban a vége. Viszont nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy tényleg ilyen derekosan helytáltál, hiszen majd, nagyon, hogy nagyon szívesen. Pár jó lett volna megkóstolni a tiédet, de nem, bocsánat, nem merem, szóval... Gyerekem. Meg hát így, nincs is annyi pénzed ezzel, sőt sem ennyi, tehát tényleg jó, akkor jó szándéka, segítőkészen jöttél el ide a műsorba, úgyhogy köszönöm szépen neked. Viszont van még egy feladat, amit ilyen lángoló szájjal végig kell... Kikelte nem a Rubik kockát bekötött szemmel, vagy mit csinál? Nem, mivel a foci neked is a nagy kedvenced, meg kell verjél fociban. Jó. Úgyhogy jöjjön most. De milyen fociban? Hát már is érkezik a játék, biztos, hogy szeretni fogod, hiszen egy klasszik játékról van szó, és erre is, ezzel is felhívnánk a figyelmet arra, hogy természetesen nem csak online módon lehet itt jókat játszani, hanem a klasszikus régi módon is. És a kupa, amiért folyik, az egy eredeti ereke, amit én neked hoztam el a VIP szektorból. Jó, mint te kijársz ilyen meccsekre. Jártál, bocsánat. De jártam, úgyhogy ezt én most itt föl ajánlom, amennyiben megvesz. Köszönöm szépen. Jó? Tehát itt van hazai vendég, és akkor... Melyikkel vagy te? Te vagy a pirossal, jó, én vagyok most jelenben a kékkel, és bedobom.
Hát ez pont ne, én vagyok. Ja, te elő. Jó. Ugye, megvan a játék, hogy... Aha, hogy persze, igen. Igen, igen, na nézzük. Igen, igen. Nagyon lepasszolja, igen, nem. Jaj, hopp, igen, viszont itt ez most egy bármit is csinálsz, figyeld ezt. Hopp, egy hárítás. Hogy vitte ezt hát, ki? Várjál, ugye? Egy, igen, háromig megy, bocsánat. Jó, csak a mágnest innen alulról kiveszem, hogy könnyebb legyen utána. Ahonnan akarod. Na jó, de hát azért, hát innen, innen, hát gyereket, hát nehéz, oké, gyerekeket. Aha, igen. Aha, igen, mert te már itt... Igen, mert te nem, nyilván nem, nem, nem először játszol ezzel. És ben volt. Ne, nem nézzük meg a VAR-t. Bocsánat, igen. Nézzük meg, nézzük mit, mi. Igen. És megvan, oké, nagyon, egy-egy. Egy-egy a mérkőzés állása, és akkor jön a Ferencváros. Ó, ez egy szép passz volt. Te vagy, te vagy. Szép passz volt. Így. Micsoda védés, adja világ, és ez is, és most újra, és egy passz oda, most ezzel mit játszunk? Semmit, ezzel pedig odalövi. Hát akkor ez kettő, egy. Hogy ez egy könnyű meccs, de hát annyira... Portugál, akkor lehet, hogy erősítésképpen. Jó, hogy... Hát de ezeket tudnak kezdeni. Aha. 87 óta szurkolok a Barcelonának, képzeld el. Hát akkor... Épp a Real Madridot vertük meg 3-2-re, Gary Lineker 3 gólt lőtt. Na, de nézzük akkor, hogy állunk. Hát akkor... Egy passz ide. És? Ezt mit csinált ez a... visszaadja. Mit csinált ez a hülye? Ki... Ajaj, azt hiszem, hogy bedobásból lőtték gólt, már azért az... Láttad ezt? Oh, mert én nem. Igen. Igen, aha, nagyon szép, Salai, egyébként Kispest honvéd is vagyok. Igen, ott ja, nem, nem, azért, és ben volt, ez igen, már nem kell var. Ben volt, úgyhogy akkor már is csavarunk kettő, egyet. Kettő, kettő, és már csak egy. Bár, ha döntetlen, akkor én nyerek, jó? Jó, de háromig megy. Jó. De, micsoda eladja, hiba, és odaadta, és Messi ott van elől, és gól! Micsoda izga, nyertem, persze, megadta, igen, nagyon jó. Hát akkor sok szeretettel nyújtom át a kupát. Boldog vagyok. Nagyon tessék, szépen köszönöm, boldog vagyok. Még egyszer nagyon szépen igen. Köszönöm, hát, hogy eljöttél veszik, hogy... ide a nagy Chili Challenge-be, és hogy... tisztességesen helytáltál, barátom, le a kalappa, köszönöm néked, néked, ó, de szépen. Nem baj, csak én is köszönöm, de köszönöm szépen. Ha esetleg jövő héten már nem élnék, akkor nagyon jó volt itt veletek. Meg foglak keresni. Köszönöm. Ez volt a nagy Chili Challenge. Sziasztok! Találkozunk legközelebb is.